Az állam és az egyház alapításának magyarországi keresztútjai Székesfehérváron találkoztak. A Vajkból Istvánnál lett uralkodó megkoronázása ezredévnyi példa az összefogásra, a Kárpát-medencei összmagyarság védelmére. A Szent István Bazilikában Spányi Antal megyés püspök celebrálta az emlékmisét. Az első államalapító királyt, a nemzetformálót, a törvényalkotót, az édesapát, az erős férfit, aki által sorscsapásait, aki építette és gazdagította, gyarapította országát. Mi itt Székesfehérváron joggal érezzük, hogy az ő városában élünk, hogy közel van hozzánk. A hagyományos Szentjobb körmeneten a főpásztor mellett az egyházmegye papjai, Székesfehérvár és a megye notabilitásai, illetve városunk polgárai kísérték az államalapító fejerekjéjét Szent Királyunk szarkofágjához, a nemzeti emlékhelyre. Ő volt az, aki otthont, hitet, erőt és jövőt adott nemzetünknek, és ő volt az is, aki királyi központtá emelte városunkat, impozáns bazilikával is ékesítve azt. Ezután fél évezreden át fél száz királyt koronáztak és temettek el itt, a nemzet sorsát formáló döntések születtek falaink közt, és idegen hatalmak koronás fői taposták vendégként köveinket. Ám a kövek mulandóbbak a nemzet emlékezeténél, és rosszabbul tűrik a történelem viharait. Az államalapító a keresztény kultúrát és hazánk függetlenségét biztosító királyunkra méltósággal és felelősséggel emlékező székesfehérváriak a városháztéri ünnepségen fogadhatták Spányi Antal megyés püspök új kenyér áldását. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazokért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Az ima örökérvényű, soha ne feledjük. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.